Sziasztok! Szevasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint... Lassított pofont! Lassított pofont! Meg fogjuk nézni, hogy hogy néz ki egy pofon lassítva! Ugyanis ma lassított felvételeket fogunk készíteni, de nem itthon, hanem hol fogunk készíteni? A parkba! A parkba! Kimenjünk ide a közeli parkba, viszünk magunkkal egy pár dolgot, ugyanis a pofon mellett más dolgot is fogunk filmezni lassítva. Például van itt mellettünk egy labda, ugye ahogy látjátok, tessék. A Lukesznek az egyik kedvence, legalábbis volt régen, ez micsoda? Egy hulk kéz. Mindig kértem ilyen. Egy hulk kézi, látod, hogy bele tudod rakni a kezedet, és így tudsz bum, pofozni, meg hasonló dolgokat csinálni, gondoltuk, hogy ezt is elviszik magunkkal. Én tudom, de most is szeretem a hulkot. Ja. Ez mellett van egy... kard. Kardunk, hogy mit fogunk vele pontosan csinálni, azt még nem tudom, de van érdekeset. Mit? Aztán van lufink, ami ilyen vizes lufi, de mi nem vizet fogunk beletenni, hanem mutatom mit. Ilyen port! Még egyszer. Még mielőtt valaki rosszra gondol, ez olyan por, hogy ez liszt por. És ebbe a lufiba bele fog menni a liszt por, hogy érdekesebb legyen, hogyha eldurranik. Azt hiszem, hogy megvan minden, visszük magunkkal a GoPro-t, feltöltöttük, elkészítettem, visszük az állványt is, hogy le tudjuk valahova tenni. Készen állsz? Készen állok. Akkor induljunk a közeli parkba. Itt vagyok kint a parkban, a szél rettentően fúj. Komolyan mondom, oda néz! A Lukesz haját! Amit itt a parkban mutatom neked, nincs senki. Látod? Nincs senki rajtunk kívül. Ez egy ilyen nagy parkon lehet focizni. Van itt egy focipálya, nem is egy, több is. És sehol senki nincs a közelbe, kivéve, hogy mi. Elkezdünk. Pofoszkodni fogunk először, labdázni fogunk először, rendben van. Úgy, hogy legelőször labdázni fogunk, én azt mondom, hogy először megrúgjuk a labdát, ugye mindezt lassított felvétellel. Fogjuk filmezni ezzel a kamerával is rendesen, úgyhogy láthatjátok, hogy mi történik, és utána lejátszom ugye lassítva is. Lukesz, hozd a labdát, ott van minden benne a szatyrunkban. Ide rakja a kamera elé, ide beállítottam a kamerát, látod? Oda valahova, csak az árnyékom ne legyen benne, ide valahova le a fűre, rakjad oda le. Indítom várni a kamerát, látod, itt vesz. Na, akkor futás! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Kirohangáltunk magunkat, úgyhogy most valami más fogunk csinálni a labdával. Lukesz, készen állsz? Készen állsz. Rendben van. Úgyhogy megint beállítom a kamerát. Egy, kettő, három. Te! Hát ez egy fájt! Magunkat, komolyan mondom, kezd fájni most már az arcom. Hányszor dobtam fejen, komolyan mondom. Egy picit, egy jó párszor szerintem. Ugye most tudod, mit csináljunk? Ha már a fejnél vagyunk. Jöjjön a pofon! Megbeszéltük a Lukesz, hogy ő fog engem pofozni, úgyhogy beállok ide a kamera elé. Mutatom neked, ide sikről felrakni valahogy a kamerát, csak az a baj ugye, hogy az LCD-t nem tudjuk kifordítani, és nem látom, hogy jól vagyok ebben, vagy nem vagyok benne jól. Lukesz, jól vagyok benne? Na gondolom. Én most elmegyek ide, az előbb is ide leálltam, látod ide? Ide leülök, a Lukesz ott belenéz. Mit? Nem megy a kamera, jó? Ott belenéz, próbál beállítani. Bekapcsoltad, rendben. Úgyhogy állítjuk ezt is, és jöjjön a lassított pofon! Okay.
ez jobban sikerült, mint gondoltam volna. Remélem, hogy lassítva jól fog kinézni. Úgyhogy most nem más fogunk használni, mint nem más a... A Hulk kezem, ezt a Hulk, ó, te! Amúgy ez ilyen szivacsból készült, úgyhogy ha valakit megütsz vele, nem fáj, legalábbis egy picit ugye persze, hogy érzed, de annyira nem lehet érezni, de lassítva biztos, hogy jobb lesz. Pofon, amit kaptam, még a fülem is csengett tőle. Azt mondja, hogy kicsit elszámolta Lukasz. Lukasz, az utolsó pofont azt elszámoltad. Mit csinálsz? Hülyeskedjél! Készen vagyunk, úgyhogy jöhet a következő. Van még, mi van még Lukasz? Még van a kardunk. Van a luffing, ja. A kard, legyen a kard. Van lisztünk, úgyhogy most elhasználjuk a lisztet. Nincs itt senki a közelben, ahogy látjátok. Ugye a rendőrség ott arra felé van. De nem hiszem, hogy idáig elláttak, ha csak nincsen ugye távcsövük. Úgyhogy kirakjuk a lisztet, és a karddal valamit csinálunk vele. Magunkat nem verjük meg vele, az biztos. Itt van a liszt, látod a szatyorba? Remélhetőleg nem látja senki, még a végén valami rosszra fognak gondolni. Ezt ide letesszük, erre ránakjuk, hogy nem én a szatyor sehova se. És hova rakjuk? Én azt mondom, hogy ide öntsük ki, Lukasz, hova öntsük, hol akarsz ráütni? Én azt mondom, hogy ráütünk. Erre öntsük, vagy hol lesz egyszerűbb ráütni? Az aszfalton? Nekem. Nekem, persze. Én azt mondom, hogy ide rakjuk rá, na várjál, hozzuk. Nekem kicsit belement a szemembe ez a liszt. Szerinted milyen volt? Visszaültünk ide az autóval, de komolyan mondom, nézem magamat. Látod, hogy nézek ki? Tiszta, lisztes vagyok. Komolyan mondom, na minden. Úgyhogy reméljük, hogy élveztétek ezt a mai lassított felvételt is. Hogyha van valakinek valami ötlete, hogy legközelebb mit csináljunk, milyen lassított felvételt, akkor ide a videó alá írjátok meg. Ahogy a Lukasznek volt az ötlete, hogy legközelebb vizes lufit. Ja. Lehet, hogy legközelebb vizes lufit, meg vizes dolgokat fogunk kipróbálni. Nekem is van amúgy egy pár ilyen vizes dolgos ötletem. Amúgy remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó is. Mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézték, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok!